Na hello srácok, ebben a videóban negatív kommentekre fogunk reagálni, mint ahogy azt már oly sokan tették. Mi nem nagyon vesszük fel az ilyen negatív kommenteket egyébként, úgyhogy azért is gondoltuk, hogy így megnézegetjük a negatív kommenteket a videóink alatt, elolvasgatjuk őket, és akkor meglátjuk, mi a véleményünk. Ha esetleg valami olyan kommentet találunk, ami mögött van háttér is, szóval aminek van alapja, akkor megpróbálunk változtatni esetleg azon a dolgon, amire rámutattak. De hát akkor nem beszélek tovább, akkor vágjunk is bele, és akkor nézzük az első negatív kommentet. Na, meg. Kamu verép, csicska. Hát azt hittem, hogy ezt nem fogom így a lelkemre venni, de ez most egy kicsit megütött. Hazug disznó. Azt mondja, hazug disznó, érted? Ez egy szar volt. Na, ezüm szar volt. Nektek az összes videótok amator. Nem is igaz! Nem igaz! Hazud! Nem amatőr! Egy valaki az utcán hallott. Máté! Mások videóiból gazdagodtak. Szégyen, szomorú vagyok. Le is iratkozom. Hallod, Máté? Most jut eszembe. Ma kell menni a Mercedesért. Beszélni se tud a mások. Videózás helyett menne visz egybe megtanulni beszélni. Mondja, mirű beszél, mi? Én nem tud beszél. De fura hangod van. Mi van fura hangom? Nem értem. Mindjárt, ha nincs fura hangom, nem fog még helyeneket mondani az emberről. Olyan hangotok van, mintha kacsát nyeltetek volna. Mi van olyan hangunk, mintha kacsát nyeltünk volna, mi? Hát látszik, hogy nem videózásra termettetek. Szar videó, hülyék, dögölj meg! Ezt fejezzétek be, nem megy nektek. Fú, főleg az idegesítő hangú a szar. Ja, igaza van, tényleg befejezzük. Sziasztok! Sziasztok! De szar vagy, a lájkot elipszilonnal kell írni. Helyesen like. Ezt tudjuk. Igen. De csúnyák vagytok, Istenem! Annyira gusztustalan pofátok van. Ennyi is volt a videónézés. Mi vagyok csúnya? Hő? Nem értem a koncepciót. Jaj, nem értem, mi mondjál. Na, srácok, ennyi volt ez a videó. Hát, meghatott mindannyiunkat. Úgy érzem. Ja, nagyon sokat tanultunk a kommentekből. Tudjuk majd, min kell változtatnunk. Elsősorban szebbnek kell lennünk, meg jobb hangunk kell, hogy legyen. És végül, de nem utolsó sorban, elipszilonnal kell írnunk a lájkot. Szóval, lájkoljátok ezt a videót, és találkozunk a következőben. Reméljük, az jobb hangulatú lesz. Sziasztok!